Tájékoztatókkal vette kezdetét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés pénteki ülése. Egyike volt ezeknek a Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei adó- és vámigazgatóságának beszámolója. Kazsuk Attila igazgató a tavalyi évvel kapcsolatban elmondta, 14%-kal sikerült növelni a hivatal költségvetésének bevételét. Az előadó emellett beszélt 2022 legkomolyabb adóügyi változásáról, a kata szigorításáról. Ennek a történetnek 21-ben már azért nagyon komoly előzményei voltak, hiszen voltak a katában korábban is szigorítások, és 2021-ben rengeteg ellenőrzést végeztünk, különösen a katának a bújtatott foglalkoztatásra vonatkozóan gerjesztett hatásaira, és ezek az ellenőrzések alapozták meg azt a következtetést, hogy ezekkel az eszközökkel ez a jogintézmény, az ebben megbúvó visszaélések már nem kezelhetőek, tehát valami teljesen más megközelítésre van szükség, ami elhozta 2022-re ugye a katának a átalakítását, kivezetését az adórendszerből. A tervezett vasúti fejlesztésekről is tájékoztatást kapott a megyei közgyűlés. A MÁV osztályvezetője elmondta, Záhony térségében hamarosan 18 kilométer hosszúságban normál, 2,5 kilométeren pedig széles vasúti nyomtávú vágány újul meg. A Dorján Béla az ülésen szót ejtett arról, a vasúti átkelők fejlesztésére is nagy hangsúlyt kellene fektetni. A Jobbik Momentum képviselője hozzátette, az áruforgalmat is nagyobb százalékban kellene a vasúton bonyolítani. Olyan állapotban a megye vasúti közlekedése, akár áruforgalmazás, vagy akár személyszállítás kérdésében, hogy már nem csak ez vérzik több sebből, hanem már tulajdonképpen veszélyezteti a közúti közlekedést is. Erre konkrét kérdést is feltettem például, hogy a meccéspontoknál, amikor a közúti közlekedés és a vasúthálózatok keresztezik egymást, miért nem tudják rendbe tenni elviselhető módon a csomópontokat, hogy ott a személygépkocsival közlekedők azok ne menjenek tönkre, akár ők, vagy akár a járműveik. Tehát nagyon sok probléma küzd a vasúti közlekedés. Nekem régi nagy szívfájdalmam egyébként, hogy az árufuvarozás az gyakorlatilag a nullához tendál belföldi viszonylatba, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A megyei közgyűlés elnöke szót ejtett a megyeháza felújításáról. Sesták Oszkár elmondta, jól halad az épület tetőszerkezetének cseréje, és várhatóan jövőre az energetikai fejlesztés is megvalósulhat. Majdnem 500 millió forintos állami beruházás uniós forrás nélkül valósul meg most a megyeháza tetőzeténél. Ugye ez egy több mint 120 éves műemléképület. Alaptörvényben rögzített kötelességünk, hogy jó gazdái legyünk ennek az épületnek. A kormányhivatal sikeresen szerzette az állami forrásokat. Mi társbérletben vagyunk a kormányhivatallal, élvezői vagyunk ennek a beruházásnak, és hát reméljük, hogy jövőre az energetikai felújítását is meg tudjuk kezdeni a háznak. Erre több mint 750 millió forintos pályázati forrást jeltünk. A pályázatot még a mostani energiaválság előtt adtuk be, de a mostani energiaválságban pedig különösképpen indokolt ennek a háznak az energetikai megújítása, hogy olcsóbban tudjuk működtetni ezt a patinás épületet. A képviselők elfogadták újabb 5 topos beruházás költségnövekmény igényét. Ezúttal a Tiszalöki Ipari Park fejlesztéséhez, a Tarpai Bölcsőde és a Nyírgásai kerékpárút építéséhez, Nyírderzs önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítéséhez, illetve a Rétköz turisztikai fejlesztéséhez kell többletforrást biztosítani. Szinte minden közülésünkön van ilyen előterjesztés, hogy az uniós projektek be tudjanak fejeződni, ugye az említett vagy ismert energia növekmények, illetve építőanyagár növekmények miatt szükséges néhány millió forintot hozzátenni, akár néhány 10 millió forintot is hozzátenni egy-egy beruházáshoz, hogy be tudjon fejeződni. Ehhez járul hozzá a közgyűlésekkel, a döntésekkel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés a tervek szerint legközelebb november végén ülésezik újra.